kezdjük is a mai műsorunkat, a mai reggelünket. Első két vendégünk, Tordai Bence, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Sebján Petrovszky László. Jó reggelt kívánok! Szépen párbeszéd és a DK részéről, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ugye azt azért, azt a kulisszatitkot elárulhatjuk, hogy a szerkesztők ugye mindig úgy dolgoznak előre, hogy a hozzánk érkező vendégeknek mindig szokott lenni a saját pártjuk, a saját munkájukból adódóan kötelező témájuk. Ezt is természetesen majd el fogják mondani az urak meg a képviselők, de nincs más lehetőségünk, mint hogy a tegnapi nap híreivel kezdjük ugye a mai műsort, a mai beszélgetésünket. Sok kérdést fel lehetne tenni ilyenkor természetesen, de kezdjük azzal, hogy az első reakciók és az azóta eltelt néhány óra milyen véleményeket, álláspontokat alakított ki önökben szájerűggyel kapcsolatosan. Talán tényleg az a legfontosabb kérdés, amit a felvezetőben elhangzott, hogy meddig magánügy a magánügy és honnantól közügy. Engem nem nagyon érdekelnek másoknak a szexuális vagy éppen drogfogyasztási szokásai, tehát hogyha valaki úgy érzi jól magát, hogy csoportosan, többekkel, akár kis rekreációs drogot fogyasztol, az az ő felelősség, amíg mindenki felnőtt és beleegyezik, addig engem ez nem érdekel. Onnantól kezd a közügy, hogy megszegnek olyan szabályokat, amik mindenkire kötelezőek. Tehát, hogyha kiszáll a rendőrség, akkor ott már egy köztestület megjelenik, onnantól lesz közügy. A szomszédok jelentették fel a bulizó társaságot. Tehát, hogyha Belgiumban azok a szabályok, hogy 4 főnél többen nem lehet gyülekezni, akkor 25 fős orgiákat nem lehet szervezni. Azért ez viszonylag nyilvánvaló. És onnantól kezdve, hogy ez napvilágra kerül, meg nem lehet megkerülni azt a kérdést, ami egy politikusnál mindig előjön, hogy mennyire hiteles az ő politikája, azok az elvek, amiket hirdet, vagy amiket az iPad-jén beleír az alaptörvénybe, azok a személyes életvitelére nézve is megvalósulnak-e. Tehát ebbe az egészbe engem az akaszt ki, hogy mennyire hazug, álszent, képmutató a Fidesz úgy általában, és most hát szerencsétlen Szájer Józsefről ez bebizonyosodott nagyon konkrétan. Miben hazug, miben álszent, és miben képmutató? Ugye bocsánatot kért Szájer József, valahogy úgy fogalmazott, nem tudom pontosan idézni, hogy egy botlás volt, vagy hibázott, bocsánatot kért a családjától, a választóktól. Hát ez a legkevesebb, de ő ugye felszólalt korábban a szigorúbb drogpolitika mellett, zéró tolerancia a drogokkal szemben, akkor nem megyünk drogos buliba. Hogyha egy olyan pártban... A drogos vádakat ő tagadja, ő azt mondta, hogy nem volt figyek inkább a belga rendőrségnek és ügyészségnek, akik közleményt adtak ki arról, hogy mit találtak. De ezt tegyük hozzá, bocsánat, Tordai, hogy félbeszakítom, hogy azt tegyük hozzá, hogy mit mondott Szájer József? Azt mondta, hogy amikor kiérkeztek a rendőrök, ő kérte is azt egyébként, hogy végeztessenek el rajta tesztet. Állítólag ott a rendőrök azt mondták, hogy nem, egy, kettő. Ugye ő azt mondta, hogy bár tényleg akkor, hogyha a táskájában találtak drogot, ugye az a kapcsolatosan meg azt mondta, hogy azt nem tudja, hogy került oda, vagy kitette éppen bele a táskájába. Ezt majd lefolytatják, ezt az eljárást, de azért lássuk be, ott volt az a drog, az olyan buliba ment, ahol tudta, hogy drogoznak, tehát hogy ha nem ért vele egyet, akkor kerülj el nagy ívben. És a másik, hogy tényleg egy olyan pártnak a prominens tagja, amelyik az LMBTQ-ja közösség elleni kampányt folytat most már hónapok, sőt tulajdonképpen évek óta, akkor ebben van egy nagyon csúnya meghasonlás, egy nagyon komoly élethazugság. Én egy picit messzebbről kezdeném, mert szerintem ez nem csak szájerügy. Valójában itt felsejlik az az elmúlt 10 év hazug politikája, amit látunk ebben az országban. És azért mondom ezt, mert tavaly volt egy Borkai ügy, ahol ugyanaz történt, hogy magát keresztény konzervatívnak valló családapáról kiderült videófelvételen, hogy az Adrián luxusjakton, kokain és prostituáltak társaságában mulatja az időt adófizetők pénzén. Most kiderül egy másik vezető fideszes politikusról, hogy illegális drogos szexpartiról menekül az RS csatornán, hogy ez ugyanaz a Fidesz. Ugyanaz a Fidesz, amelyik tavaly volt, meg az elmúlt 10 évben ezt az országot vezeti. És az a probléma, amit itt Tordai Bence is mondott, hogy és közben előadja ezt a keresztény konzervatív ideológiát, és próbálja ezt lenyomni mindannyiunk torkán, miközben legalább az ország kétharmada mást gondol ennek bizonyos részéről, máshogy éli az életét, próbálja beleírni az alaptörvénybe, meg minden egyéb törvénybe. Ugye most a parlament előtt ott van egyébként az alaptörvény módosítás, amiről 1-2 hét múlva szavazunk, és például az is érinti ezt a kérdéskört. Szóval, hogy ez a nagy probléma, nem a magánéleti része, az a probléma, hogy
prédikálnak valamit, és közben egészen más próbálnak, nem csak hogy cselekedni, hanem hogy lenyomni az emberek torkán ebben az országban. Prédikál valamit egy párt vagy egy kormány, és egyes politikusok elbuknak, hibáznak. Azt ne tévedjünk, hogy Magyarországon is biztosan vannak ilyen helyzetek, csak Magyarországon az orbáni pártállam megvédi az ilyen esetben azokat a tagjait, azokat a vezetőit, akik ilyen szituációba kerülnek. Biztosak lehetünk benne, hogy nem egy, nem kettő ilyen eset volt. Az egyik most tavaly Horvátországban derült ki, most ez Belgiumban, hogy nem, mert ott nincs hatása az orbáni pártállamnak arra, hogy eltusolják az ügyeket. Tehát olyan, itt nem fordulhatna elő, hogy Polt Péter ügyészsége kiad egy nyilatkozatot, amelyben elismeri, hogy fideszes politikus hogyan és mint bulizott. Tehát Magyarországon ezt el tudják kérni, külföldön nem. Ne tévedjünk, ez ugyanaz a Fidesz, és ugyanúgy működik ez minden egyes esetben. De ha már Tordai Bence ezzel kezdte a beszédét itt a témával kapcsolatosan, hogy ugye, hogy a magánéletében az emberek ugye mit csinálnak, ugye akkor ezt a vonalvezetést ugyanúgy az ön gondolatára is rá lehetne építeni. Abszolút. Politikai következménye ennek az ügynek mi lehet? A választópolgár ugye az mindig eldönti azt, hogy különböző választásokon kire voksol, és miért, ugye arra az emberre voksol. Igen. Nagyon sokszor, hogy egy politikus hibát, bűnt, bűncselekményt követ el, nem csak a közvélemény, hanem maga a politika is elvárja azt, hogy ennek meglegyen a következménye. Az első dolog mindig az szokott lenni, mondjon le, ugye ez ettől szokott hangos lenni a közbeszéd. Ezt megelőzte Szájer József. Mi jöhet ez után? Mit várnának még el? És a Fidesz tagja. Például. Pont annak kérdezik, a politikai közösségnek tagja. Én azt gondolom, hogy a következő lépésnek ma annak kéne lenni, hogy a Fidesz mondjuk kizárja a tagjai közül. Vagy legalábbis etikai eljárást indít ellene. Azt gondolom, ez következik belőle. Nézzük meg, hogyha már politikai következményről beszélünk, ha már hoztam ezt példának, tavaly a Borkai ügyben ugyan igaz, hogy utána a választáson Borkai Zsolt megnyerte a választást, de egy hétig volt utána tartható, vagy két hétig a helyzete, olyannyira ellehetetlenült a választók szemében is, a saját választói szemében is, hogy kénytelen volt lemondani, és csak egy ilyen politikai játékot játszva maradt akkor talpon, egy-két hétig megnyerhették vele a választást, és utána lecserélték. Tehát, hogy abszolút ennek van és kell, hogy legyen politikai következménye, például mondom most a parlamentben is, én azt gondolom ebből az következik, hogy a kormánynak vissza kell vonni azokat a törvényjavaslatokat, például az alaptörvénymódosítást, ami szembe megy ideológiailag, szembe megy azzal, amit Szájer József művel. De miért vonnák vissza? Amikor az a kormányzatnak az álláspontja, ez pedig egy Európa parlamenti képviselő. Szájer József ennek a Fidesznek az egyik alapítója, alapembere. Ő az, aki írta azt a bizonyos alaptörvényt, amit most éppen 9-1-re módosítani kíván a parlament. Tehát de várjon, hogyha egy politikai családhoz tartozó ember mondjuk egyedül, valami olyan cselekményt hajt végre, ami nem egyezik a kormányzatnak, mondjuk a saját kormányának a tevékenységével, filozófiájával, gondolatmenetével, és lemond, akkor ezzel kapcsolatosan... Ahogy Sebélyen Petruszki László mondta, nincs két Fidesz. Tehát, hogy a Fidesz többi tagja jelentős részben, ha nem pont ilyen bűnökben, de hasonló bűnökben, vagy legalábbis az általa hirdetett elvektől való eltérésben biztos, hogy bűnös. Tehát, ahogy Szájer Józsefről is egyébként lehetett tudni egy csomó mindent, úgy lehet tudni egy csomó mindent más fideszes politikusokról is, csak hát Magyarországon ezek valóban nem derülnek ki. De ha az a kérdés, hogy ennek mi lesz a következménye, pont erről beszéltem tegnap reggel az országgyűlésben, bár akkor ezt még nem lehetett tudni, hogy 2020 amúgy is a politikai fordulatnak az éve, a Fidesz rezsim bukásának a kezdete, lejtőre álltak Orbánék. Ennek három tényezője van. Egyik, hogy a magyar ellenzék végre összeállt, egyesítette erejét, és kinyilvánította, hogy a 22-es választáson együtt fogja legyőzni ezt a rezsimet. A másik, hogy a gazdaság földbe állt, mert amíg a hétből esztendő tartott, addig könnyű volt osztogatással elleplezni a politikáiknak az egyéb kudarcait. És a harmadik pedig a nemzetközi környezetnek a megváltozása. Egyrészt Trumpnak a bukása, másrészt az, hogy az Unióban Orbán most már nem páva táncol, hanem atombombát robbantott ezzel a vétóval, és azért ezt lehetett sejteni, hogy ezt már nem hagyják szó nélkül, mert itt most már nem a sajtószabadságról, meg jogállami értékekről, hanem hatalmas pénzekről van szó. Úgyhogy azért az, hogy nem lehetett sejteni, hogy nem hagyják szó nem nélkül, az mit jelent? A Szájer ügy kirobbantását? Ugye felvetődött ez az elmúlt napon. Pulé András politikai elemző, Vona Gábor, és még talán páron felvetették a szolgálatoknak a szerepét ebben. Erre gondolt? Erre gondolok, magától értetődő és teljesen életszerű. Molnár Zsolt majd ezek szerint többet fog tudni erről mondani, aki a következő vendég. De hát mindenki tudta, hogy milyen bulik vannak Brüsszelben, mindenki tudta, hogy ki milyen szexuális orientációjú, és itt tehát,
hogy azért ne legyünk teljesen naívak. Mindenki tudta, és mindenki tudja az ellenzékből, hogy az előbb azt mondja, hogy egy csomó fideszes politikus van, akiről tudunk mindent. Mit tudunk? Nyilván én nem fogok senkit kirakni. És akkor az ellenzék szemérmesen hallgat ilyenkor? Szerintem itt arra gondolt a Bence, hogy tudjuk azt, hogy kik hogyan lopnak, tudjuk a technikákat, tudunk cégneveket, ugye folyamatosan tesszük a feljelentéseket, az ellenzék minden képviselője gyakorlatilag, és ezeknek azért nincs hatása Magyarországon, mert ott van Polt Péter, most már elfoglalták a kúriát, most éppen tegnap a szavazással a parlamentbe bedarálták az egyenlő bánásmódhatóságot, tehát maguk alá hajtották azokat az állami szerveket, akik képesek lennének lépni ilyen ügyekben, de ettől még ezek az információk ott vannak, sőt a nagy része már sajtóban is megjelent, tehát egy 2022-es kormányváltás után neki lehet állni ezeket az ügyeket büntető ügyekké formálni. Önök rendszeresen ezt elmondják, nem csak itt ebben a stúdióban, szerte ugye minden médiában, ahol ugye tudják magukat exponálni. De ez az ügy, ez mondjuk hogyan van, vagy hogyan lehet összefüggésbe hozni mondjuk ezt a lopásféle ügyet, amit ugye említett, mondjuk egy Szájer ügyel. Hát a kettő az élesen különbözik egymástól, semmi köze egymáshoz. Hát olyan értelemben igen, hogy a hirdetett elvekkel megy szembe, és jó, olyan értelemben szeretném, szintén... Ez egy elvi kérdés, ami nagyon sok embernek a fejében ilyen politikai, erkölcsi, etikai kérdést vet fel, hogy valaki hogy élheti úgy az életét, ami szemben megy mondjuk a saját kormányzatának az elveivel, vagy itt esetleg arra gondolnak, nem tudom én, hogy akkor most volt ott is drog, vagy kijárási tilalom alatt csak, hogy megszekték ezt a törvényt. Ez a kormány hitelességét rombolja. Az, hogy ez egy felelőtlen, erkölcstelen közösség, amit Fidesz néven itt nézhetünk az elmúlt 10 évben, és az, hogy ennek a politikai következménye az, hogy még inkább rááll erre a leszálló pályára a Fidesz, ahogy a Borkai ügy megviselte a Fidesz támogatottságát, ugyanúgy a Szájer ügy is meg fogja viselni. Tehát amit tegnap elkezdtem mondani, hogy leszállóákban vannak, az ellenzék már egy most vasárnapi választáson megverni a Fideszt. És ne tévedjünk, azért ennek az lesz a hatása. Tudja. Az úgynevezett közvéleménykutatás. Ja, az utolsó három már azt mondja, hogy 40-36 ide, 37-34 ide, és itt tovább. Szokni kell ezt a gondolatot, tehát nehéz ezt az elmúlt 10 év után így megemészteni, hogy ez most a valóság, hogy a társadalmi többség már politikai pártpreferenciák szintjén is a kormánnyal szemben foglal állást, és nyilván erre a folyamatra rá erősít egy ilyen botrány, átjutottunk egy fordulóponton, és ezek a folyamatok önmagukat erősítik, egy spirál tud ilyenkor kibontakozni, amikor sokan a fejükhöz kapnak. Tehát ez a ráeszmélés segíti egy csomó olyan embernél, aki eddig bevette ezt a keresztény konzervatív maszlagot, a saját értékrendjéhez közel állónak. Biztos ezen sokan kiakadnak, mert ne arra ugyanígy ezt mondom, hogy ez egy maszlag. Hát az ő részükről egy maszlag, mert hogy hiteltelen, pont erről beszélünk, hogy hazug, álszent képmutató. Nem csak Szájer, az egész kormány, és nyilván a többség ezt a lopásban mutatja meg, ő meg más témákban tér el a hivatalosan hirdetett irányvonaltól, de az egész a Fidesz hiteltelenségéről szól. No, térjünk át egy picit más témára, járványhelyzet. Most már ne nézzük meg, volt egy összefoglalónk a parlamentről, mert nem marad idő beszélgetni. Tegnap Gulyás Gergelyt meghallgatta több bizottság is. Azt mondta, hogy karácsonykor speciális szabályokkal néhány napra lehetővé kellene tenni, hogy a családok találkozhassanak egymással, és vagy ma tetőzik a járvány, vagy január végén. Ma. Vagy ma, igen. Ma van, de hogy ma tetőzik. Nem szeretném elviccelni, csak ez egy picit olyan viccesen hangzott. Mit gondolnak erről mondjuk a karácsonyi találkozásokról, rokonlátogatásokról? Mi alapján lehetne enyhíteni mondjuk a szigorítást? Gulyás Gergely abban a bizottságban volt ez a meghallgatás, amelyben volt szerencsém nekem részt vennem tegnap reggel, és valóban ezt mondta, hogy nem tudható, hogy mikor van a tetőzése a járványnak, különböző szakértők különbözőt mondanak, valaki december 2-át mondja, és akkor örülhetünk nyilván. De azt megmagyarázta, bocsánat, csak az érdekelne, hogy mitől... Ja, nem. Nem, semmilyen részletet nem osztott meg velünk. Egyébként is egy ilyen miniszteri meghallgatás úgy szokott zajlani, hogy az ellenzék próbál feltenni kínos kérdéseket, a tárca vezető pedig ez ellen próbál kisiklani, elsiklani és félrebeszélni, és ez volt tegnap is számtalan ügyben. De amit a karácsonyi ünneplés kapcsán valóban mondott, hogy a kormány vagy ma, vagy jövő héten dönt azzal kapcsolatban, speciális szabályok kellenek, szinte biztosan ez azt is érződött a hangulatból, hogy enyhítést fog jelenteni valamilyen módon, korlátozott és egy hétig tartó enyhítést. De a lényeg az, hogy mi azt mondjuk erre, hogy az egy természetes vágy az emberekben, hogy próbálnák a szeretteikkel tölteni a karácsonyi időszakot, természetes, én is így vagyok ezzel, de közben mi a felelős magatartás? Az, hogy vigyázzunk magunkra, egymásra,
És ezért mi azt mondjuk, hogy na, hogyha eddig nem tette a kormány, akkor most legyen szíves intézkedni, és ingyenesen letesztelni mindenkit, aki csak kéri, aki csak szeretne a családtagokat biztonságban tudni, és azt ingyen az állam szervezze meg és tesztelje le ott a karácsony előtti időszakban, hogy még akkor is betartva természetesen a járványügyi előírásokat, de legalább legyen lehetőség mondjuk találkozásokra, vagy valamiféle családi ünnepségekre. Mi ezt mondjuk, hogy ez fontos, hogy erre gondoljanak. Van egy kicsi csalódottság bennem, mert nem pozitívan reagált erre Gulyás Gergely ott a bizottságon, tehát magyarán nincsen, azt gondolom nincs ilyen kormányzati terv, de ettől még helyesnek ezt gondolnánk. Azt mondom, teljesen igazán, mi gondolkoztunk a családban, hogy mi lenne a felelős magatartás, és arra jutottunk, hogy leteszteltetjük magunkat, és hogyha mindenki negatív, akkor erezd el a hajam, és akkor végre a gyerekek a nagyszülőkkel találkozhatnak normálisan. De hogy ezt nem egyéni szinten kéne megoldani. Az, hogy az emberek maguk oldják meg a járványhelyzettel kapcsolatos problémákat, az megint csak a kormányzat kudarcát mutatja, egy felelőtlen, felkészületlen, inkompetens politikát. Ha Szlovákiában meg tudták csinálni, hogy az egész országot letesztelik, akkor miért nem tudják megcsinálni ugyanezt Magyarországon? Állítólag van pénz, állítólag van kompetencia, mi ilyen? Így van. Mindig Szlovákiára hivatkoznak, de akkor mi van a többi uniós országgal, akik viszont ezt tényleg nem lépték meg, ugyanúgy, hogy Magyarország sem tette meg. Szlovákiában jobb is a járványügyi helyzet, mint a többi uniós országban. Meg ugye ott előbb léptek, tehát hogy itt a nagy baj az, hogy volt egy első hullám, abból le lehetett volna szűrni tanulságokat, a nyár arról szólhatott volna, hogy felkészül ez a kormány arra, hogy jön egy második hullám, elaludtak, fura módon nem télen aludtak álmot, hanem nyáron, semmi előkészület nem történt. Nem, azok bulisztak, jaktoztak, így, na az megvolt. Nem aludtak. Szijjártó miniszter úr is jaktozott egyet az Adrián, azért ezt kezdtük hiányolni a jaktozást. És mert hát ezek tények, hát nem tudunk ezzel mit kezdeni. És az ellenzék szeptember óta mondja, hogy készüljünk, mi mondtuk az ingyenes tesztelés mindenkinek nagyon korán már népszavazási kezdeményezésre próbáltuk kicsikarni, még itt is jártam önöknél ezzel a javaslattal. Tehát, hogy próbáltuk rászorítani a kormányt, hogy kapjon az észhez és kezdjen el készülni. Nem történt meg, mert amikor október közepén vége felé jöttek a drámai helyzetek, és 100 fölé vagy 100 közelébe emelkedett a napi halálozások száma, akkor egy pánik kormányzás kezdődött el, kapkodtak fűhöz fához, leállították az országot, és mindazokat, amiket meg lehetett volna máshogy csinálni, előbb csinálni, és akkor nem lett volna ennyire sűrű és súlyos a helyzet, azokat most volt kénytelen, és most csinálta meg a kormány. Nem jó ütemezéssel, és ezzel életeket vesztettünk el, csak mondom, tehát hogy egyszer arról is kell beszélnünk, hogy a kormánynak felelőssége van abban, hogy több ember hal meg most a járványban, mint egy normális védekezéssel meghalt volna. És ez dráma, ez tragédia. Nagyon szépen, sajnálom, hogy pont ezzel a mondattal fejeződik be. Köszönjük szépen. Beszélgetésünk, de köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük a meghívást.